Sok szeretettel köszöntöm az Alföld Televízió kedves nézőit. A Jövő Tehetségei című műsorunkban olyan gyermekekkel beszélgetek, akik valamely területen már tizenéves korban kiemelkedő eredményeket értek el, legyen a sport, művészet vagy éppen tanulás. Ez alkalommal vendégem Fábián Johanna. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és hogy itt vagy velünk, hiszen a díjugratásnak, tehát díjugratást képviseled, a díjugratásnak vagy egyik meghatározó, kiemelkedő egyénisége. És hát segítséget kellett hívnom, mert olyan szép eredményeid vannak, hogy kell azért figyeljem a papíromat. Több nemzetközi és hazai versenynek vagy a győztese, külföldön, mint Magyarországon is számos nemzetközi versenyeken vettél részt, a díjugratásban, a lovaglásban. És most ugye áprilisban voltatok Csehországban a Nemzetek Díja díjugrató versenyen, ahol a győztes magyar válogatott csapat tagja vagy. Ezúttal is szívből gratulálok, és köszönöm, hogy itt vagy velünk, és kicsit megismerhetünk közelebbről, és megérthetjük azt, hogy egy mindösszesen 13 éves kislány hogy tud így már díjugratásban ilyen eredményeket elérni. Hát igen, nagyon nehéz volt ez az út, de most már egyre könnyebb, nagyon sokat edzek, és hát minden edzésnél tanulok egy újat, de hát egyre jobban élvezem, és a lovakkal is egyre jobban tudom jól csinálni a dolgokat. Igen, Johanna, ezt is akartam kérdezni, hogy hogyan kezdődött ez nálad? Hogyan kerültél kapcsolatban a lovakkal, és hogyan döntötted el, hogy ez lesz az a sport, amit csinálsz? Anyukám lovagolt, ő is versenyzett, volt több lova, és a nagyobbik testvérem is, tehát ő kezdett így nálunk, hármunk közül, és hát mindig kijártunk oda megnézni, és ott volt egy kis póni, amit nagyon megszerettem, de nem lehetett rajta lovagolni, úgyhogy csak így simogattuk. És akkor hát utána a testvérem elkezdett versenyezni, és akkor volt egy pónia, amire én is felültem, és akkor azután már így... Ott már meg sem álltál a nemzetközi versenyekig. Igen. És most tagja vagy a Magyar Lovasport Szövetség utánpótlás csapatának, illetve nem olyan régen a Debrecen Egyetem DEAC-on is indult egy új szakosztály, a lovas szakosztály, melynek tagja vagy. Hogyan tudod összehangolni ezt a sok tevékenységet, és hogy ilyen magas szinten űzöd a díjugratást? Hát a DEAC az egy nagyon nagy segítség volt így, mert nagyon sok mindenben támogat minket, és igazából nagyon örülünk, hogy egy új szakosztály létrejött, mert nekünk is ez egy nagy dicsőség. Igen, tehát itt vagy Debrecenben, itt edzel. Igen. És ez a bázis, és innen jársz a különböző versenyekre. Igen, az edzőmmel, illetve a férjével, és így hárman vagyunk most a tagjai, és innen járunk Debrecenből. És egy kicsit téged, mint szemét közelebbről, ha megismertünk. Gondolhatnánk azt, hogy egy kislány egy ló közelébe megy, csak megsimogatni lehet, és hát te nem, te azért olyan szépen vezeted a lovat, olyan szépen irányítod a lovakat ezeken a versenyeken, hogy szinte azt tűnik, hogy ez nagyon könnyű, de ez nem olyan könnyű, ugye? Hát igen, igazából a lóval is ugye össze kell szokni, és úgymond össze kell vele kapcsolódni, amihez idő kell. De... Mennyi idő kell egy, mondjuk egy nemzetközi versenyre, amíg felkészültök, az mennyi időt jelent? Hát igazából változó, de nekem most az úlovammal, sebállal egészen gyorsan sikerült, és hát egy ilyen pár hónap, és de ez viszonylag gyorsan sikerült. Igen, neked társad, segítőd, ugye a versenyeken a ló. Itt a ló és a te kapcsolatodról, ha beszélnél egy pár szót, aki nem ismeri ezt a sportágat, hogy hogyan alakul ki egy olyan kapcsolat, amely szükséges ahhoz, hogy jól szerepeljetek a versenyen? Hát igen, ugye ez nagyon fontos, hogy a ló is megbízzon benned, és én is benne, de szerencsére ez nekem megvan mindkét lóval. Hát, nem is egy lóval indulsz a versenyeken. Igen, úgyhogy
Hát nekem mindkét lovam nagyon könnyen, tehát barátságos, és tényleg könnyen tudtunk bármit csinálni. Hát igazából már érzem, hogy mindkettő bízik bennem, és azt is érzik, ha én félek, de igazából már olyanok vagyunk egymásnak, mint egy barátok. Tehát a lovak mindent megéreznek, verseny előtt is átveszik a te lelki állapotodat, úgymond szoktad ezt érezni? Igen, a stressz nagyon könnyen át is tudják venni, de azért ezt lehet érezni. Ezért is jó, ha valaki nem izgul, vagy mert akkor már a lónak könnyebb. A lónál fontos az, hogy érezze, hogy ki a vezető, vagy pedig egy jó lóval könnyebb lovagolni. Ezek a tézisek vannak. Hát, melyik igaz, mindkettő esetleg? Ugye a lovasnak kell inkább irányítani, de hát ez általában. És honnan jön ez az erő, az a magabiztosság, hogy igenis én a lovat úgy tudom irányítani, hogy azokat a magas akadályokat átviszed. Ez belülről jön, erre tréningezel, vagy erre így születni kell? Hát nagyon sok gyakorlás, és igazából utána már menni fog. És lovasként nagyon sok időt töltesz ugye a versenyekkel, meg a lovakkal is. Hogyan tudod összehangolni az iskolával? Hát nagyon nehezen. Van kiváltságod az iskolában? Hát nem vagyok magántanuló, de jövő évtől szeretnék, mert tényleg ebben az évben nagyon sok volt a hiányzásom, és ugye általában már csütörtöktől versenyzünk most. És hát ugye nem tudok iskolába menni csütörtök péntek, de hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz lehet, igen, mert egy ilyen versenyszezonban ez mit jelent neked, hogy minden két hetente vagy hetente mész versenyre? Hát most igazából volt olyan, hogy 4 hétig így folyamatosan, mert az egyik lovam 2 hetet ment, a másik is 2, úgyhogy így elég sok a verseny, de igazából már így kezdem megszokni. És mikor pihensz, vagy ez egy életmód, ezt hozzá lehet szokni? Hát igen, de a hétköznapokban azért így a tanulás mellett így picit tudok pihenni, de ugyanúgy lovagolni kell, ugye, készülni. Én is neked nálad a sikerekre is rátekintve ez életérzés? Hát könnyedén lehet csinálni, vagy mennyire kötelességtudat? Hát nehéz, de hogyha sokat, tehát egyre többet, akkor már hát egy ilyen életmód, úgyhogy... Életmód, igen. És ebben az életmódodban a barátok az iskolában hogyan? Akkor nyilván ott kevesebbet tudsz lenni a többiekkel. Barátok akkor így a lovaskörből vannak, vagy az iskolából is, és mennek szurkolni neked? Hát most már így a lovasvilágban több barátom lett. Így elég nehéz az iskolába. Nagyon nem is tudok erről beszélni a barátokkal, hiszen az egy más világ. De igazából ott is vannak barátaim, akik megértik, és ugyanúgy támogatnak, mint a lovas barátaim. Igen, és hát ugye nem mindegy, hogy az edzővel milyen kapcsolatban van az ember. Szokták mondani, hogy milyen a jó edző, a szigorú edző, neked az te szemszögedből melyik a jobb edző? Legyen szigorú, de legyen barát is. Igen, hát elég jó kapcsolatom van az edzőmmel, de nyilván ő is azt akarja, hogy a legjobb legyek, és ehhez szigorúság is kell. Tehát ha valamit nem úgy csinálok, akkor nyilván mondja, de azért, tehát... Megvan az összhang. Igen. Szavak nélkül is. Igen. Melyik az a verseny, az út, amelyet a legjobban emlékszel vissza sok közül? Egy kedves emléked van esetleg? Vagy hát, mindegyik az? Igazából így mindegyik, de talán Csehország, ami így nagyon meg... Az most meghatározó volt. Igen. Azért ott állni és hallgatni a magyar himnuszt, milyen érzés volt? Hát, nagyon jó. Elmondhatatlan? Igen.
És a további célok? Hát a legnagyobb cél az az Európa-bajnokság. Még egy olyan verseny van, ahol a szövetségkapitány megfigyel minket, és eldönti, hogy melyik az az öt gyerek, akit a csapatba berak. Hát az a célom, hogy ott a legjobban teljesíteni. Szívből gratulálunk neked, és nagyon szorítunk, és most már fogjuk figyelni ezeket a versenyeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és csodálunk, csodálva tekintünk rád, és köszönjük szépen, hogy így öregbíted a díjugratás szakágnak, a versenynek a hírnevét Magyarországon, Debrecenben. Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!